Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a Magyar Intui csodálatos közegében, ahol ismét összemérik a kollégium lakói gurmé erejüket a 2021-es legfinomabb Magyar Intui szoba címért. Szóval én őszinte leszek, azt sem tudom, hogy kik versenyeznek, de ez egyáltalán nem számít, mert nekünk nincsenek ellenfeleink. Mi itt a elsősök, mi vagyunk a legjobb, legügyesebbek és a legenergiadúsabbak, és olyan konyhát meg kaját itt virítunk nektek, hogy eláll a szátok. Mivel csak három csapat van, szerintem elég jó esélyünk van a dobogós helyek valamelyikének megszerzésére. Nem tudom, azt hiszem, hogy hát igen, mi paprikás krumplit csinálunk, aztán azt nem nagyon lehet elrontani. Én nem félek senkit, én maga biztos vagyok a csapatban. Ennyi! Hát sajnos nem tudom végképp, hogy ki mit fog főzni, de szerintem a mi csapatunk olyan fantasztikus étel talált ki, hogy esélyük nincs a többieknek arra, hogy nyerjenek. És már a nevekből is kiderül, hogy azért a mi kreativitásunk messze menőleg jobb a többiekénél. Á nem, de amúgy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a többiek is mit fognak főzni, és már nagyon várom, hogy jókat ehessek. Bundás kenyér, ami hagyományos, de annál finomabb. Ezt kimondottan csak a Csillának készítettük, hogy gondoljuk az egészséges életmódjára. Többieknek pedig a szépen földíszített ételek, jó étvágyat!
A nád szegény polgármester, kicsit nem az ember ismeri a politika lényegét. A nád szegény polgármester, nem kap és nem keresztáz, amit kérdélek az életét. Amikor ezt az ételt készítettük, akkor a kultúra, a magyarság, a nosztalgia, a házias ízek volt az eszünkben. És hát pityóka a la paprika, szóval paprikás krumpli. Itt van a vega opció, hús nélküli, itt pedig a párkis húsos. Úgyhogy bon appetit! Ez egy száraz fehér bor egyenesen Olaszországból, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Mit gondolsz, hogy teljesített Veronika és csapata? Hideg volt a bundás kenyére, szerencséjük az volt, hogy imádom a ketchupot, tehát mindent is ketchuppal leszem. De a gin tonic az feltelmes volt, mert utálom a keserű dolgokat. És személy szerint attól, hogy bizonyos alakzatokat rajzolok ketchuppal egy bundás kenyérre, attól nem lesz jobb íze. Hát a bundás kenyérnek adnék maximum 2 pontot, mert szerintem a hideg étel az nem étel, annak ellenére, hogy a jó étvágy sosem múlik el. A Veronék csapata ugye bundás kenyérrel készült nekünk. Hát én vártam, ugyanis a tavalyi fordulónál ugyanígy készültek bundás kenyérrel, és igen, nem ők voltak azok, és ott nagy meglepetés volt, hogy különleges ízeket hoztak ide elénk. Viszont most csalódnunk kellett, ugyanis Kitty azt mondta nekem, hogy Nagyi receptje szerint készítették, de valahogy Nagyi nem talált rá a sóra. Nem tudom, hogy történtett ez, de nekem hiányzott az íz az egészből. A paradicsom nagyon szépen volt felvágva, úgyhogy ez pluszpont, viszont tényleg nem volt az igazi. Se zene, se gyertya, semmi hangulat nem volt. Úgyhogy ez az én véleményem. Hát hangulatuk az volt. Az ital az pont az én kedvemre volt, úgyhogy ezzel még hozzá tudok adni a témához. Nekem az ital annyira nem ízlett, hogy rákapcsolódjak. A tálalás az tényleg csodálatos volt, nagyon szépen fel volt vágva a paradicsom, szépen el voltak rendezve a bundás kenyerek, sőt, én még egy külön tányért is kaptam, itt kaptam külön tányért, ennek nagyon örültem, és külön kenyérrel olyat, amit megehetek.
úgyhogy ezért nagyon hálás voltam nekik, hogy készítettek nekem külön ételt. Viszont az enyém is hideg volt, és finom volt a ketchup igazából, nem szoktam ketchuppal enni a bundás kenyeret, de szép volt a díszítés. Én is a bundás kenyérre szívecskék és mosolygós fejecskék is ilyenek voltak, ketchuppal rajzolva. Egyébként a vendéglátás az jó volt, de mivel itt ételeket értékelünk, azért sajnos azt kell mondanunk, hogy ez a csapat csupán 2 pontot kap tőlünk. Hát a Veronique szobája, ugye ott az elsősök voltak, azt hiszem 4-en, nem nagyon ismerjük őket. Bundás kenyér. Mondanám, hogy nagyon eredeti, de nem. És nem tudom, nekem az volt a legrosszabb benne, hogy a bundás kenyér az melegen jó, és ez már nagyon ki volt hűlve, amikor mi odaértünk, és nem tudom, szerintem lehetett volna folyamatosan sütni a bundás kenyereket, akkor hagyjuk a tálalást, és ha jól meg van sütve, akkor lehet jobb értékelést kaptak volna. Hát, szeretetnek jó íze volt, ahogy mondták ők is, de én a bundás kenyeret azt nem vacsorára szoktam menni, hanem inkább reggelire. Reggel megeszek belőle egy 4-et, aztán jól lakok, de itten nem is azt, hogy 4-et, hanem 1-et kaptam. Felet. Felet? Bocs, 4-et? Felet. Hát de azért egy nagy házi kenyérnek az a 4-et. Akkor a 4-et megkaptad. Na, 4-et kaptam. Hát nem tudom, ízileg jó volt, de nem volt benne kreativitás. Ennyi. Nekem is nagyjából annyi, az nekem is az volt a legnagyobb problémám vele, hogy hideg volt, már nagyon hideg volt, és szerintem azt meg lehetett volna oldani úgy, hogy amikor odaérjünk, akkor azt mondják, hogy ki mennyit kér, és akkor elkezdik sütögetni, mert a bundás kenyérnek nem kell sok idő, max 3 perc, azt mondjuk kivárjuk. Úgyhogy nekem is az volt a úgymond nagyobb problémám vele. És összesítében 2 pontot adtunk rá. Most pedig nézzük meg, hogy értékelik a többiek a vegyes csapat főztjét. Hát a vegyes csapatnak az volt a szerencséje, hogy nagyon szeretem a paprikás krumplit, és imádom a pikáns dolgokat, és még volt nekik külön chili paprikájuk is, ezért azt így megspékeltem a dolgokat, és így összesen 5 pontot adnék az egész dologra. Annak ellenére, hogy a zene, amivel előjöttek, hát ez nem a szívem csücske. Szerintem a paprikás krumpli egész finom volt, és kicsit tényleg megidézte a hazai ízeket, úgyhogy ezzel úgy meg voltam elégedve. A vendéglátás az nem volt tökéletes, hogy finoman fogalmazzak, de hát minden nem lehet tökéletes. Hát, ami a vegyes csapatot illeti, az étel nagyon jó volt. Külön szolgáltak a vega opcióval, ami plusz pont. A zene az annyira, hát tematikához illő volt, viszont nem a kedvencem. Ugye italal is szolgáltak, ami pontosan illett az ételhez, viszont nem tudom, valami úgy hiányzott nekem. Talán az volt a hiányosság, hogy elsőként a zsűrinek adtak helyet, és nekünk állnunk kellett, és illetve italt sem kaptunk elsőnek, úgyhogy ezt a mínusznak fogtam. Ja, előttem még tanyésre volt. Így van, úgyhogy illetve sokszor nem adtak igazat a vendégeknek, ami pedig nem szokásos. Amíg el is rosszoltottak. Így van, meglepő volt ez az attitűd. Ehhez mértem, hogy ennek ellenében 4 ponttal értékeljük ezt a csapatot. Hát, hogy kezdjük a negatívumokkal. Az nem tetszett, ez kollektív vélemény a vegyes csapatnál, hogy nagyon sokat kellett várni, mire megkóstolhattuk azt a paprikás krumplit. És ez nem tetszett. Bár igaz, hogy a zene a náceli polgármester valahol kárpótolt, az ízek sem voltak rosszak. De azért ez a várakozás, hát igazán megéheztünk alatta. Nekem még az nem tetszett, hogy nagyon ki akartak küldeni minket, hogy sietettek, hogy menjetek már, és ez annyira nem fogott meg. Az ízek összhangban voltak, magyaros ízek, ugye nagyon finom volt amúgy. Sajnos én eleve nem szeretem a paprikás krumplit, de ez nem az ő hibája, csak sajnos ez most így van. Nekem ízlott. Az össz csapatpontszám, amivel a vegyes csapatot illetnénk, az nem más, mint a 3-as. A kis hablán séfei szoba értékelése vajon mennyire tarthat veszélyes habok felé? Én személy szerint nem szeretem a tengergyümölcseit, meg
semmiféle ilyen halas dolgot. De ez a tészta az finom volt. Igaz, hogy a garnélarákot azt nem kóstoltam meg, de jobb volt, mint a bundás, kenyeres, ketchupos, kihűlt verzió. Egy hármast adnék, de ez nem az ő hibájuk, hanem az én káka velem. A kisebb lányos szoba az Csilla és Dori volt. Szerintem nagyon jól sikerült a kajájuk. Olyan érdekes, mert ilyen garnélát még nem láttam, de finomnak finom volt. Úgy, nem tudom, az a fél homály volt nekem olyan kicsit fura, de szerintem amúgy nagyon jó lett attól függetlenül. Nagyon finom volt. Alig keveset ettem belőle, de tripláztam volna. Szerintem is finom volt, csak én nem vagyok annyira jó ezekkel a tengeri herkentjükkel, de annak ellenére, hogy én ezeket annyira nem csípom, azért nagyon jó volt. Szóval összességében 4 pontot adtunk rá. Engem nagyon meggyőztek azzal, hogy egy olyan ételt tártak elénk, amit amúgy a mindennapi életben nem tudunk megkóstolni, szóval ez engem nekem nagyon szimpatikus volt. Ízlett is, igaz, nem fogom minden nap ezt tenni, de ez nekem tetszett amúgy. Nekem azt tetszett, hogy volt egy ilyen bevezető zene, és hogy ilyen különleges ételt csináltak, amit tényleg nem lehet mindenhol megenni. A tészta nagyon ízlett. Szerintem egy nagyon bátor döntés volt ilyen szélsőséges ízvilágot választani, mint a rák. De a hangulat nagyon jó volt, az étel ízlett, és gondoltak az érzékenyekre is. Szóval összességében megfogtak, bár én sem fogom ezt tenni minden nap. Nekem is elég érdekes volt, mert ilyet még soha nem ettem. Zene nagyon jó volt, így összevágva tényleg nagyon tetszett. Beszélgetés is jó volt közben, úgyhogy szerintem egészen jó volt. És az összpontszámunk pedig a 4-es. Most pedig következzen az eredményhirdetés. Idén az volt a szerencsétek, hogy csak 3 csapat játszott, tehát így is dobogósak voltak. A harmadik csapat az Veroni csapata lett. A többiek már sokkal tapasztaltabbak, mert hát már évek óta egy kocsvasztanak az intrin, és jövőre nagyon sok szerencsét kívánok nektek. A második csapat... Hablányok csapata. Hablányok séfé. Séfé. Szeretnél átvenni a díjatokat, de a legelső csapat az pedig a vegyes csapat lett, és nekik is egy nagy tapsot szeretnék. Tehát nagyon szívből gratulálok nektek, és remélem, hogy jövőre is, és a közel jövőben is ilyen színeteket és finomokat fogtok. Csak is jobb volt.